én a cégcsoportunk első alkalommal vesz részt főtámogatóként az Év Agrárembere díj gála estjén. Amikor ez a felkérés, megkeresés megérkezett hozzánk, akkor viszonylag hamar tudtunk dönteni, pozitívan dönteni erről a felkérésről, hiszen a cégünk is az agráriumban dolgozik, szántóföldi növények vetőmag forgalmazásával foglalkozik. A tulajdonosaink is részben a nemesítési tevékenység mellett szántóföldi növénytermesztéssel foglalkozik, és ami talán még ennél is fontosabb, hogy ezt egy olyan kezdeményezésnek tartjuk, amit érdemes támogatni, hiszen olyan embereket, olyan kollégákat próbálunk megtalálni minden évben, így az idejében is, akik szakmai és társadalmi tevékenységeik során kiváló arcai lehetnek a magyar mezőgazdaságnak. Azért tartjuk ezt fontosnak, mert úgy ítéljük, hogy az agrárágazat megbecsültségét mindenféleképpen növelni kell, különösen azok körében, azon társadalmi körök tekintetében, akik nincsenek mindennapi kapcsolatban az agráriummal, nincsen igazából mélyreható pontos információjuk arról, hogy mi történik ebben az ágazatban és miért történik. Azt gondoljuk, hogy fontos, hogy olyan hiteles embereket tudjunk bemutatni az egész ország, az egész társadalom számára, akiken keresztül ez a kép reálissá válhat mindenki számára. Én azt gondolom, hogy az egész este rendkívül jó hangulatba telt. Valamennyi résztvevő és különösen a jelöltek azt gondolom nagyon büszkék voltak arra, hogy itt lehettek, hiszen ez mégiscsak egy nagyon komoly elismerés mindenki számára, még akkor is, hogyha természetesen nem lehet mindenkiből ma este győztes, de az, hogy önmagában egy szűk körbe bekerülhettek a maguk kategóriájában, az mindenféleképpen egy rendkívül magas elismerés. Én azt gondolom, hogy természetesen az első dolog, ami a díjazottakkal kapcsolatban, vagy a díjazottak esetében megjelenik, az öröm és a büszkeség természetesen, hiszen egy elismerésben részesülnek, ráadásul egy széles szakmai zsűri osztja ki ezeket a díjakat. Másodszorban pedig azt gondolom, hogy ezek a jelöltek, illetve a győztesek valamilyen követendő úton elindultak a maguk szakterületükön. Azt gondolom fontos, hogy ők ezen az úton tovább haladjanak, hasonlóan sikeresen, mint eddig is, nem csak a szakmai pályafutásuk tekintetében, de a társadalmi felelősségvállalás, a társadalmi tevékenységük tekintetében is. Az Év Agrárembere gála azt üzeni mindenki számára, hogy bár sok esetben vetélytársak vagy versenytársak vagyunk a piacon vagy a mindennapi életben, mégis képesek vagyunk arra, hogy megfelelő alkalmakkor összefogjunk és a közös cél érdekében mindannyian tegyünk.